Kedves nézőink, újabb vendéget köszönhetek a stúdióban. Jó estét kívánok, dr. Zonnevent Péter, az Egyetemi Könyvtár igazgatója. Sokakban az, hogy egyetemi könyvtár az valami egészen mást jelent, mint egy hagyományos könyvtár. Először tisztázzuk, van különbség a kettő között? Annyiban nincs, hogy nálunk is meghatározó a gyűjtemény, és ugyanakkor nyilvános könyvtár vagyunk, tehát 18 év fölött bárki beiratkozhat, aki Magyarországon él. Milyen jellegzetessége van azért mégis ennek a könyvtárnak, tehát amiért ezt érdemes fölkeresni, és mondjuk nem egy másik közkönyvtárat? Az alapvető funkciója az, hogy tudományos gyűjtemény. Tehát a kutatást, az egyetemi oktatást, az egyetemi továbbképzést igyekszik segíteni, és ilyen értelemben egyfajta tudásgyár a tudásbázisnak a többszörözéséhez járul hozzá. Számos indokom lenne, hogy miért hívtam önt ma este vendégül, de ezek közül mondjuk egyet ragadjunk ki, nevezetesen az, hogy a Pécsi Egyetemi Könyvtár számos olyan hagyatéknak a tulajdonosa, amelyre büszke lehet. És ugye legutóbb egy talán igen jelentős hagyaték birtokába jutott. Vas István könyvtárára gondol. Ez egy nagyon szép történet. Vas István valamikor 10 évvel ezelőtt itt járva feleségével, Szántó Piroskával előadásokat tartott az egyetemen, és gondolom a jelenkor folyóirat és számos szellemi szál kötötte ide, és hát amikor ő eltávozott az élők sorából, akkor özvegye Piroska asszony felvéve a kapcsolatot az egyetemmel, az akkori rektorral, Hámori Józseffel, mostani kultuszminiszterrel megállapodott arról, hogy az ő eltávozta után a gyűjtemény az egyetemen. És ez sajnos bekövetkezett néhány hónappal ezelőtt? Augusztus elején Szántó Piroska elhunyt, és szeptember második felében így módon a gyűjteményt, egy kb. 8000 kötetet ide szállíthattunk. Most rendezzük, és az a tervünk, hogy november 30-án délután Hámori miniszter úr jelenlétében, és hát megfelelő külsőségek, hogy nem mondjam, formalitások mellett átadjuk a nyilvánosságnak ezt a gyűjteményt. Ez a 8000 kötet, hát ez egy kisebb községi könyvtár, vagy egy nagyobb községi könyvtár, már bocsánat. Hova lehet ezt elhelyezni? Szóval megvannak ehhez a technikai feltételek? Hát szerencsére az elődeink körében nagy könyvtár támogató személyiségeket nevezhetek meg. Én most elsősorban Szepesi Ignác püspökre, a szép reformkori épületünk emelőjére utalok, de jelenkorban is nagyon fontos mondjuk korábbi rektorunk Ormos Mária professzorasszonynak az a döntés és az az energikus tevékenysége, amellyel a szomszédos iskolaépületet hozzákapcsolta a központi könyvtárhoz. Ez az iskolaépület egyébként arról nevezetes, hogy 100 évvel ezelőtt egy Babics Misi nevű kis iskolás járt oda. Tehát itt a kultúrának Pécset mindig mély gyökerei vannak. Na most két ilyen nagy épületben, ha megvan a jó szándék, és hát egy könyvtárosnak, hogyha egy könyvgyűjtemény elhelyezéséről van lehetősége gondolkodni, akkor nem volt egyszerű, de mondjuk 3 sakklépés eredményeként találtunk egy olyan stabil, biztos helyet, amely révén én azt hiszem, hogy Vas István könyvtára méltó fizikai elhelyezést nyer. Jobbról a nagytermekben Klímó püspök úr gyönyörű gyűjteménye van, jövőre 225 éve működik ez a könyvtár. Balról egy kisebb szobában Hauser Arnold, a nyugaton élt nagy művészetszociológus könyvtára, és középütt kapott helyet Vas István könyvtára. Volt alkalma arra, hogy bepillancson a... Hogyne a magánval, a család tagjaival való tárgyalás során még ott a rakparton, a Groza, vagy most Várkert rakparton, a lakásban, ahol jó 30 évig élt a házaspár. Magát a költözést helyszínen menedzseltem, fizikailag is fogva a köteteket és a ládákat, és most pedig egy fiatal kollégával rendezzük ezt az anyagot. Van valami olyan jellegzetessége a köteteknek, amit esetleg kiemelne, vagy ami érdekességét, vagy ami így a Vas István halála után világított meg önnek valamit az életéből? Hát talán amit a leginkább ki lehet emelni, egyszerűen az ember meghatódottsággal foghat kézbe szinte minden második, harmadik kötetet, ugyanis az elmúlt 50-60 év magyar irodalmának szinte összes nagy alakja ott van a dedikációival. Tehát Illyés Gyulától,
Aboti Bélán keresztül száz és száz nevet lehet. Zeg Zoltán kötete, Illés Endre kötete, egy gyönyörűséges dedikációkkal. Akkor ezek a kötetek tulajdonképpen a kutatás célját szolgálják? Mert hiszen gondolom, hogy ezeket a kölcsönzése... Nem. Ez csak a külön kutatóhely, ahol ezt a három gyűjteményt, hogy úgy mondjam, forgalmazzuk. Tehát kutatási célra valóban. Gondolom nem tévedek akkor, hogyha hasonló hagyatékok vagy terben vannak, vagy pedig tárgyalnak esetleg ilyeneknek a későbbi átvételéről? Hát reményeink vannak, tárgyalások vannak. Pécsnek volt egy nagyon nagy professzora, a bölcsészkari dékánja, Kerényi Károly, klasszika filológus, mitológia kutató. A család körében, a Svájcban élnek, van egy olyan szándék, hogy legalább a könyvtárra hazakerüljön. Ez sajnos csak egy töredék könyvtár, hisz a háború előtti Kerényi gyűjtemény a szétszóródott, tehát csak amit a háború után tudott gyűjteni, ez egy 3-3,5 ezer nagyon erős kötet anyag lehet. Az elmúlt hónapokban az egyetem képviseletében is kint járt fiatal hallgató és kinti támogatással készítenek egy listát, tehát lesz egy pontos áttekintés. De ez úgy tűnik, hogy még egy elhúzódó tárgyalás, ugyanis itt egy irathagyaték és könyvhagyaték együttes jövőbeli sorsát kívánja a család eldönteni, és természetesen versenyben vannak mondjuk német gyűjtemények, gondoljon arra, hogy Thomas Mann levelei vannak a Kerényi irathagyatékban. Ezek eredeti levelek? Eredeti levelek, igen. Lesz erre méltó hely, ahol ezt ki lehet állítani? Hát én egyelőre nem nagyon bízom abban, hogy az irathagyaték ide kerüljön. Ez anyagilag is valószínűleg egy nagyon nagy kérdés lenne. Arra van lehetőség és talán esély, hogy a könyvek. Én mindig azt mondom, hogy lássuk a feladatot, és akkor oldjuk meg. A beszélgetésünk vége felé, de hát ön korábban említette, hogy voltak korábban olyan előrelátó vezetők, akik lehetővé tették, hogy tovább fejlődjön a könyvtár. Most is van arra a lehetőség, hogy úgy alakítsák ennek a nagymúltú könyvtárnak a jövőjét, a sorsát, hogy megfeleljen majd a harmadik évezred követelményeinek is? Én azt mondanám, hogy egyszerre van lehetőség is, szükség is, és talán konkrét fogódzó is, ugyanis az elmúlt másfél évben a korábbi évtizedekben párhuzamosan egymás mellett élő pécsi egyetemek, az Orvosi Egyetem és a Tudományi Egyetem egy erős készfogást produkált annak érdekében, hogy újra egy egységes pécsi egyetem legyen. És hát, mint köztudott, ezt az ilyen szándékokat a kormányzat, illetve a kormányzat mögött a Világbank is komoly eszközökkel támogatja. Analógiaként azt tudom mondani, hogy mind Debrecenben, mind Szegeden az egységes egyetem megteremtése keretében középpontban könyvtárfejlesztési tervek állnak, és tulajdonképpen itt nálunk is. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok. Dr. Zonneven Béter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom. Ehhez a tervhez sok sikert kívánok, és sok ilyen gyűjteményt még. Köszönöm. Kedves nézőink, maradjanak továbbra is velünk.